Kardos Józsefet a Sziget kapcsán ismerem, és amikor 5 évvel ezelőtt coming out-olt, és bevallott, hogy Fidesz alapító, engem teljesen meglepett. Tehát mert hogy mi azért tulajdonképpen elég közel voltunk a Fideszhez annak idején a Magyar Narancssal, és hát köztünk is elég sok aktív Fidesz tag volt, passzív Fidesz tag volt, de nem gondoltam volna, hogy önben egy igazi alapítót tisztelek. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ami engem legjobban érdekel, az, hogy miért kellett elmondani ezt, hogy Fidesz alapító volt? Mi volt az a hatás? Már a coming out-ot? Igen, ezt, hogy Fidesz alapító valaki, ezt miért vallja be így a később ilyen később? Ja, hogy miért vallja be? Igen, hát, hogy miért vallja be? Nem, semmiképpen sem büszkeségből az elmúlt 10 évet, 11 évet nézve, inkább elkeseredettségből nem ezt akartam, nem ehhez adtam a nevemet annak idején, nem gondoltam, hogy ebből ez fog kialakulni, ami most kialakult, nem gondoltam, hogy ez az ország ilyen szinten vissza fog rendeződni egy despotikus autokrata rendszerbe, azoknak az embereknek a vezetésével, akikben én annak idején hittem, és akikkel én együtt dolgoztam, és sőt, tulajdonképpen mindent megtettem annak érdekében, hogy minél sikeresebb választásokon tudjanak győzni. Én a Lendvai utca sarkán, a Hősök terén volt egy képeslapos standom a 80-as évek azon részében, amikor felpesdült a Lendvai utcai székház, gyakorlatilag, amikor elindult, és elég közelről figyeltem ezt a folyamatot, illetve utána a Magyar Narancs, ami szintén elég nem volt távol, és de azt kell mondjam, hogy mind Orbán Viktorra, mind Kövér Lászlóra gondolva, hogy ott voltak bennük ezek a személyiségjegyek. Tehát most így visszagondolva azt gondolom, hogy ez egy egyenes fejlődési folyamat volt tulajdonképpen, de hogy minden megvolt már akkor. Hát nézd, utólag mindenki okos. Igen, hát én főleg, igen. Én a Kövérről se gondoltam volna. Tehát megmondom őszintén, hogy és én a mai napig csodálkozom alatt, mert hogy én egyébként őt egy tisztességes politikusnak tartom. Én ezt gondolom, az is maradt és, egyébként. Igen, tehát és kevés olyan ember van egyébként a Fideszben, aki ez nem nagyon ragadnak korrupciós ügyek, és őt szerintem az egyik ezeknek. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy tisztességes tudott maradni. A nézetei, hogy vándoroltak el ilyen szélsőséges irányba, vagy hogy változtak meg ennyire szélsőséges módon, ezt nem tudom feldolgozni, mert én ezt úgy érzékelem nála, mint hogyha ez valami fajta beteges dolog lenne. Én már a 90-es években megírtam róla, hogy ő a Fidesz paranoia felelőse, tehát hogy érezhető igen, volt. Igen, tehát én azt gondolom, hogy vannak már többen is sajnos a kormányzó párt köreiben, akiknek nem lenne baj, hogyha időnként terápiára járnának, tehát hogy szükségük lenne gondozni a lelküket, mert hogy kicsit, mintha elvesztették volna a valóságérzetüket, és elmentek volna egy teljesen bad irányba. Igen, ez gyakorlatilag mondjuk az egész országra igaz, tehát itt senkire se ártana, ha egy kicsit eljárna terápiára, de hogy ott igen, tényleg... A politikusok gerjesztik bennünk, és takítják fel ezeket a sebeket az emberekben, és az ő felelősségük ebből a szempontból sokkal nagyobb, és a pszichológusoké is, hogy meggyógyítsák őket. Mert a társadalom betegsége az elsősorban onnan ered. Ez egy egész... Most induljunk ki ebből a konkrét ügyből, ami most kiváltotta például a interjúmat. Tehát, hogy ez az egész egy felülről gerjesztett, mesterségesen szított dolog, hiszen a társadalom egyébként sokkal elfogadóbb annál, mint amit ők megpróbálnak sugalni, illetve, hogy ez nem volt eddig probléma, ez nem egy társadalmi probléma. Az, hogy érzékenyítő programokon vehessenek részt gyerekek, az, hogy tanítjuk meg nekik azt, hogy hogyan tudnak nyitottabbak, befogadóbbak lenni. Ez nem okozott problémát, ebből a politikusok csináltak problémát. És a felelősség az ott van náluk. Tehát
ezért mondom, hogy... Egyértelműen egyébként, ez nem is kérdés, csak pont ez mondjuk, ez a törvény, ez, tehát eleve, tehát itt a szakmaiságtól elég távol álló kampánytörvényt hoztak, vagy propaganda törvényt, egyértelmű volt, hogy be akarják ugratni az ellenzéket a pedofil törvénnyel, de az nem volt elég, mert ugye abban már benne volt, hogy az apa, az anya-anya, tehát azt már belecsempészték, és akkor addig tolták rá ezeket a összemosós módosítókat, hogy aztán végül csak sikerült kiváltaniuk azt a reakciót, erre vártak, amire ma Rétvári Bence azt mondhatta a mai Metropolba, hogy a ellenzék a pedofilok pártjára állt. Tehát ezt a mondatot akarták kimondani az elején. Igen. Hát ezt tudjuk, hogy erről szól a dolog, meg tudjuk azt is, hogy a nyilván az egyéb biztonságaikról akarják elterelni a figyelmet. Nem gondolom egyébként, tehát ez a törvény ez annyira gonosz és annyira ostoba és betarthatatlan különben, tehát uh-huh. Most tényleg betű szerint be akarnánk tartani, akkor megbénulna holnaptól kezdve nagyon sok tévécsatorna és egyéb sziget programjainak jelentős részét le kéne mondani, tehát hogy egyszerűen vicc, úgyse fogjuk tudni betartani, és nem is akarja senki betartani. Na, de a választásig kitart? Tartok ebbe, teljesen igaza volt, hogy a polgári engedetlenségnek eljött az ideje, tehát egyszerűen ignorálni kell, és figyelmen kívül kell hagyni, tiltsák be ezeket a programokat, tehát akkor tényleg, amikor most visszakoznak, tehát amikor a jó barátokat azt megengedjük, azt nem engedjük. Tehát, hogy most mi van? Hát a szemezgetni nem lehet, mert a Mazsolai stádéban egyértelmű, hogy Manócska neme egyszerűen nem meghatározható. Hát innentől kezdve annyi volt a Mazsolai stádéna. Hát itt az egész, hát tudjuk nagyon jól, hogy ez nem arról szólt, hogy ők valamilyen problémára megoldást kerestek, és szerettek volna segíteni, vagy megvédeni a gyermekeket. Hanem tényleg ez egy aljas politikai szándékból, hátsó szándékból hozott törvény. Nem az első, tehát hogy kerepüljünk meg, tehát nem kell ezen különösebben fennakadni. Én azt gondolom, hogy nem is kell ezzel túl sokat foglalkozni, ez hamar ki fog fulladni. Úgyse lesz ez hosszú életű ez a törvény, tehát nem kell emiatt most nagyon elkeserednie a meleg leszbikus közösségnek sem. Viszont az szerintem fontos, ami a tüntetésen történt, fontos az, hogy megszólaljanak emberek, hogy intézmények, szervezetek kiálljanak az ügy mellett vagy ellen, és hallassák a hangjukat. Nem lesz nyilván ennek eredménye. Hát annyi lesz, bocsáss meg, hogy cáfolnom kell, de a pedagógusok meg fognak ijedni, és nem fogják oda hívni azokat az erre alkalmas civil szervezeteket, akik képesek lennének erről érdemben beszélni. Az biztos, hogy egy ilyen következménye lesz? Ez biztos, bár azért hozzáteszem, hogy a pedagógusok eddig is eléggé meg voltak félemlítve. Az biztos. Ez nem most kezdődött, és hogy tényleg az a pár bátor iskola igazgató vagy pedagógus merte felvállalni eddig is ennek a programnak a befogadását, akik talán ezután is befogják. Tehát, hogy igen, lehet. Inkább az a szomorú, hogy ezt inkább terjeszteni kéne, tehát hogy még szélesebb körbe kéne a pedagógusokat meggyőzni arról, hogy erre ennek a hasznosságáról és szükségességéről, és ezt a folyamatot akasztották most meg egy ideig, de én mondom, én optimista vagyok abból a szempontból, hogy ez nem lesz hosszú életű. Ennek az aljas kormánynak a következő választásokon meg kell buknia, és nagyon remélem, hogy ez sikerülni is fog. Nem érzel ilyenkor bűntudatot vagy felelősséget, hogy ha ott maradtam volna, lehet, hogy nem ilyen lett volna a Fidesz? Nem. Jó, oké. Nem értek abból a szempontból értek bűntudatot, hogy nem álltam ki hamarabb a véleményemben, hiszen ezt nem most ismertem fel, és nem 5 évvel ezelőtt, amikor azt az első interjút adtam, csak sokáig úgy voltam vele, hogy az ember a saját részkében nem kicsit, ugye, és hogy nem megpróbálok szavazatommal tiltakozni, de nyilvánosan nem kiállni vele, csak egyszerűen betelt a pohár, tehát hogy nem tudtam tovább hallgatni. Ha ott maradtam volna,
naivitás azt gondolni, hogy én bármit meg tudtam volna változtatni. Én soha nem voltam egy befolyásos ember a Fideszen belül. Voltak nyilván ott különböző pozícióim, de nem voltam, és nem is törekedtem erre, meg bennem soha nem volt, és nincs is a mai napig politikai ambíció. Nekem az volt a szerencsém, hogy érzelmileg elszakadjak a Fidesztől, mert azért ne felejtsük el, a 80-as évek végén, 90 legelején ez a legprogresszívebb, legmenőbb párt volt. Tehát ezt nagyon kevesen tudják ma már, hogy ez egy tök jó hely volt. Egy jó hangulatú, ízletetlen okos csávók és csajok, és szóval nagyon működött. De nekem az volt a szerencsém, hogy én aztán 92-ben jöttem haza külföldről, és akkor kerültem a Narancshoz, és akkor még vastagon láttam azt az a leválást, tehát ahogy a Fidesz elszakadt, vagyis a Narancs elszakadt a Fidesztől, és ott már ezek megjelenő ilyen teljesen alattomos, értelmezhetetlen buta ilyen harcokat, és nekem az ott az pont elég volt, ugye, hogy is mondjam, kivonjam a libidómat a Fideszből. Igen, én is valamikor akkor tehát. Én megmondom őszintén, hogy amikor a Fodor Orbán, nem emlékszem már, hogy hányban volt. 92 volt ez, mert tudom, mert pont az a levél ment félre, amit valaki küldött a Fodor, a levelezett a Narancs, és félre ment, és bement egy a Fidesz központba, erre emlékszem. Igen. És én akkor, képzeld el, én akkor a Fidesz etikai bizottságának az tagja voltam. És mi megpróbáltuk mind a két oldalt meghallgatni, illetve megpróbáltunk közvetíteni közöttük, és valahogy a problémát megoldani, csitítani, ez nem sikerült. És én nekem, és ugye akkor volt utána a nagy kilépés a sok embernek, akik a mai napig nagyon tisztelek és sajnálok, Szelini Zsuzsiéktől kezdve. Igen. Hege. Csomóan ugye akkor hagyták ott a Fidesz. Ungár és én nem. Tehát ugye én akkor még, én még akkor maradtam, és abba bíztam, hogy az Orbán is jó vezető lesz, és az Orbán is jót akar, tehát, hogy én akkor még, ugyan ez nekem nagyon fájt ez a szakítás, de nem szakítottam a párttal akkor még. Volt, egyébként érdekes, hogy azt pont nézegettem, hogy az én ismeretségi körömből kik, akik akkor még nem léptek, Rocky például, Rockenbauer, akkor elég sokan voltak még, akik azt mondták, hogy hát vagy itt lehet ebből még valami. És aztán egy lassan döbbentek rá, hogy nem. Igen, hát az ember hajlamos arra, hogy így hitegeti magát, meg nem akar, homokba dugja a fejét. Nem akar észrevenni dolgokat, olyan egyértelmű jeleket, amiből már lehet esetleg sejteni, hogy mi fog következni, és nem akarja észrevenni, mert egyszerűen az az energia, az a lelkesedés, azok az emberi kapcsolatok, amiket belefeszölt ebbe az egészbe, azt nem akarja hagyni veszni. Én is aztán valahol így éreztem, és így voltam vele, de aztán igazából akkor, nálam a szakítás az akkor jött el, amikor először kormányra került a Fidesz. Meg a szájér is maradt, és közben elnézést kérek a hallgatóktól, átváltatunk automatikusan tegezésre, amit elindított egy ilyen műmagázást az elején, de borzalmasan hangzott. Nem, jók vagyunk ezzel, mert szerintem is így legalább tudok normálisan beszélni. De hogy, és ott maradt a szájér és a Handó Tünde, és te a szájérnek dolgoztál, de te egyébként is soproniak vagytok mindannyian. Hát én budapesti vagyok, de igen, úgy értem, igen. Én Sopronba mentem egyetemre, az erdőmérnöki erdőszakiskolai egyetemen tanultam, erdőmérnöki diplomám van. Én ott végeztem, és aztán az egyetem elvégzése után én nem mentem a szakmámba, hanem egyből kulturális. Hát először 3 évig maradtam az egyetemen közművelődési titkár, utána pedig soproni fesztiválokat szerveztem. Úgyhogy én félig meddig soproninak éreztem magam. És lenyomtátok Pozsgait. És a így van, és a Fidesz alakulására én soproni egyetemistaként érkeztem a Vivóba. És ott találkoztam először Szájerrel, meg mindenkivel, tehát tulajdonképpen. Akivel aztán dolgoztatok is együtt, és mondom, sikeresen lenyomtatok. Az mondjuk eléggé meglepő volt akkor is, már arra emlékszem, arra az érzésre ott 90-ben, hogy Pozsgai azért gyakorlatilag a legnépszerűbb, hát az egyetlen népszerű politikusa volt gyakorlatilag az MSZP-nek, és simán kikapott. Hát azért nem simán, nem mondanám, mert elég szoros volt a
végeredmény, már most már nem emlékszem így ilyen sok év táblatából, de meggyőző fölénnyel, de nem óriás. De jó, nyilván nem agyakba nem lett döngölve, de a meggyőző fölény ebben az esetben elég meglepő volt nekem mondani messziről, hogy néztem, hogy na mondom, hoppá. Igen, és az egyébként akkor annak a több száz lelkes fiatalnak volt köszönhető önkéntesnek, akit megnyertünk a kampánynak. Ez tényleg egy nagyon, nagyon jó kampány volt. Soha többet az életemben olyan kampány nem sikerült se látnom, se részt vennem benne, ahol ennyire őszintén önkéntességből, tehát mindenféle nem volt ide pénzünk, tehát ott nulla volt. Barátaimat kértem meg Pestről, hogy jöjjetek le, mert kell ipari alpinista, tűzszolnokra fölraktunk egy nagy molinót, de az nem volt sokkal kell besegíteni, és ingyen lejöttek, tehát még benzinköltséget sem tudtam nekik fizetni, csak meghívtuk kocsmázni őket. Tehát, hogy és egy csomó ilyen ingyenes cégek, vállalkozók ingyen hozzájárultak a kampányhoz. Tehát Sopron tényleg összefogott akkor, és ennek volt köszönhető az a nagy siker. A másik, persze tudom, ezek a lett volna, meg ezek mindegy, de ha akkor nyer az SZDSZ-Fidesz kombó a 90-es választáson, akkor azért biztos másképp alakul ez az egész. Biztos. Mert akkor biztos. Még ennyire nem volt eldurvulva ez az Orbán SZDSZ, Orbán Haraszti ellentét, akkor még talán össze lehetett volna csiszolódnia. Hát biztos, igen. Nagyon sokat beszélnek erről nyilván, meg azóta is töri fejét mindenki rajta, a politológusok, történészek, hogy mi volt az oka ennek az egésznek, meg hogy alakult. Nyilván ott az a faktum az SZDSZ és az MDF között az volt egy olyan pont talán, amikor a Fidesznek nagyon megromlott a kapcsolata a szabad demokratákkal. Benne volt az is, hogy a szabad demokraták kezdettől fogva ilyen kis testvérként vagy igen, ilyen. Igen, ez sajnos igen ott volt. Igen, lekezelően kezelték a Fidesz is, meg a fideszes politikusokat is, ami ez őket nagyon irritálta. Nyilván. De hogy én ezt függetlenül szerintem politikai értékeket, elveket, ezekről a személyes sértettségektől, sértődöttségektől függetleníteni kellett volna, és kellene mai napig tudni. Ez valószínűleg itt azért az emberi tényezők is nagyon sokat számítottak. Hát nagyon nehéz egyébként, csak azért, mert éppen megírtam valahol, de hogy tehát én is ugye ez Miskolci indulás, és akkor én is ilyen 20 éves koromban Budapestre érkeztem, és amikor megkapod ezt a hihetetlen lekezelő, hihetetlen ilyen vállonveregetős, ilyen de azért ugye, hogy tud hol a helyed stílust, akkor azért úgy jön föl, tehát úgy robban föl az agyad, hogy tényleg akkor csinálok egy diktatúrát, és lecsapom a fejed reakció. Tehát az abszolút, tehát megvan benned. Az is lehet, hogy jó, figyelj, oké, ezt most megaláztál háromszor, és akkor inkább elolvasom azt a 15 könyvet, amire hivatkoztál, és akkor visszajövök. De mondjuk sok módszer van, de azért tényleg az vérforraló, hogy így egy rendes budai értelmiségi ellenzéki bánik a Miskolcon éppen fiatalon megérkezett punkkal. Tehát azért ott szikrák repültek. És pontosan azért mondom, hogy tökéletesen megértem az Orbán reakcióját, de azt gondolom, hogy kicsit még finomíthatott volna rajta. Nem kellett volna rögtön egy országot beáldozni érte, de hogy érzelmileg, hát, de érzelmileg tudok vele azonosulni, mert az nagyon kellemetlen volt neki is, meg ott mindenkinek, mert ott kompletten a pártot kezelték így, mint egy ilyen segédcsapatot, vagy ez a megnyerjük a választást, és akkor ti majd kaptok ilyen izéket itt a sarkon, akkor ilyen osztályvezető helyettesi állások, a típusú hozzáállás, ami vérlázító volt, ők is megbánták már ezerszer, mert aztán ebből nagyon-nagyon furcsa következmények voltak, például, hogy megszűnt a többek között az SZDSZ, de hogy te 98-ig maradtál egészen, vagy még utána is, amikor megnyerte a választást a Fidesz először? Nem, én 90. Én egyébként nem is tudom, hogy Fidesztag voltam, mert ugye a Fidesznél a tagság az kicsit ilyen. Lazán volt kezelve. Igen, hát tagdíjat nyilván nem fizettem soha életemben,
hogy ők meddig tartottak, engem nyilván tartként azt nem tudom, de az tény, hogy 98 után én már minden kapcsolatot, hivatalos kapcsolatot megszakítottam belül, tehát nem vettem semmilyen eseményem, még a talán születésnapra egyszer elmentem, Fidesz születésnapra. De sokkal jobb hangminőség lesz most, hogy itt vagyunk élőben. Jó reggelt kívánok, Kardos József, aki hát Sziget programigazgató. Civilként, és trafó is volt, vagy ez csak pályázat volt? Pályáztam csak. Azt ki nyerte végül, ott ki van most? Nagy József. Ja, képbe vagyok, jó. Igen. Mert azt már nem követtem igazán. De hogy jött a Sziget? Az fede érdekes. Igazítok rajtam, ezért már adásban vagyunk? Persze, adásban. Ja, jó, bocsánat. Ó, elég a piros lámpa. Jó. Ja, igen, mert hogy nem változtatta a hangom. Tehát annyira természetesen beszélsz, hogy... Szóval, hogy az... A Sziget, hogy jött? Hát igazából én már Sopronban megismerkedtem a Sziget szervezői közül egy pár emberrel, még mint soproni... kulturális fesztiválok szervezője, és nyári munkaként jöttem többször a Szigetre dolgozni. Tehát voltam azt próbáltam felidézni, mikor volt az első? Az első 9... már ilyen nyitott Sziget, az mikor volt? Már milyen? Hát mert ez volt egy zárt szijámi tábor, ugye egyszer. 93-ban és volt. És a 94-ben volt. És utána 94-ben már Diák Sziget volt, igen, azt hiszem. Hát én is igen, ott voltam. És én igazából olyan 9, hát nem az első, elsőtől nem voltam ott, de olyan a harmadiktól talán már minden Szigeten dolgoztam, valamilyen beosztásban. Én jegyszedőként kezdtem el először, aztán utána a Dán mellett, a Panaitescu Dán mellett voltam asszisztens, és a külföldi fellépők szállásait, repülőjegyeit, transzfereit intéztem. Kis busszal én mentem ki reptérre, értük, megvittem a hotelban, meg hát ilyesmi. Ez még egy legendás jó volt. Idő volt, és akkor 98-ba ez itt nagyon szerencsésen alakult, mert én el akartam jönni, ugye a parlamentbe dolgoztam, akkor az országgyűlés képviselő irodaházában, a Fidesz frakció mellett, és akkor már tényleg nagyon el akartam jönni, és akkor felhívtak, ismertek, a Karcsi ismert, Gerendai Karcsi, és akkor felhívott, hogy elment az elődöm, aki addig a programokat koordinálta, intézte, Kovács Tamás, nem tudom, hogy ezt emlékszel rá, és hogy nincs kedvem nekem ezt így folytatni, mert már ismertek, meg az előző évekből látták, hogy elég jó szervező készséggel rendelkezem. Az egy brutális munka. Tehát az nem tudom, hogy mond, de a hallgatók nem tudják, de a Sziget szervezése a Sziget utáni első napon kezdődik gyakorlatilag, és egy éven át tart, és valami, én ugye a Malvint, a Martolánszó távolodónak figyeltem, igen, hogy mit csinál, a világzenei színpadért volt csak felelős, de az is egy éves meló volt. Iszonyatos munka. Igen, igen. Hát rengeteg programhelyszín, rengeteg, tehát most csak a program részéről beszélek, és ez csak egy szelete az egész a szervezésnek nyilván, mert hiszen még ott van mellette a technika, ott van mellette a különböző infrastruktúra kiépítése, a kampány lebonyolítása, a jegyterjesztés, külföldi, egész Európában vannak minden országban partnereink, ahol helyi kampányokat intézik, tehát hogy ez egy óriási előkészítő szervező munkát igényel. Hát ez gyakorlatilag úgy kell kezdeni, hogy egy székház nélküli multinacionális óriás vállalat gyakorlatilag olyan leosztás volt, amit én láttam belőle. Viccesen pici irodákban, mert voltam pár ilyen irodában, és mindig ilyen. Azért most így nagyon belemerültünk itt a Szigetbe, de egy dolgot szeretnék mindenképpen kihangsúlyozni, hogy az én bármilyen politikai megnyilatkozásom, az teljesen független a pozíciómtól. Tehát nem mint Sziget programigazgató tettem nyilatkozataimat, hanem mint Fidesz alapító tag. Ez fontos, mert hogy bűntudatot nem is érzem, mert gondolod, hogy tényleg nem változott volna semmi a maradsz, és ebben valószínűleg abszolút igazat adok neked, vagyis hogy valószínűleg így lett volna, és abszolút igazat adok neked, de azért mégiscsak az ember egy rossz érzés, hogy tehát ebből nagyon jó dolog lehetett volna annak idején. Igen. És azért benne van az emberben. Én, ugye én fontolgattam ezt a belépést annak idején, emlékszem, nem léptem végül is, tehát én sose voltam Fidesz tag, de többiek, például Bakástól kezdve vágva, hogy mindenki, hát ők ugye, meg Malvin, meg ugye az egész,
csapat, ők azért benne voltak ebben a történetben, és ezt ők is mélyen átélték, ezt a rettentes csalódást, hogy valami, tehát a szemünk előtt lesz ilyen, nem is tudom, ilyen magyar útra téved, vagy én nem tudom, ezt hogy lehet nevezni, hogy valami teljesen jó, progresszív, európai, fantasztikus, nyitott dologból lesz, ami az ellentéte, de olyan szinten az ellentéte, hogy na ezt én sem gondoltam volna 92-ben, amikor ugye elindult az első ilyen tehát pártisztítási folyamat, és aki nem ment el, azokat elkezdték kiutálni, meg minden, szóval ez a borzasztó időszak, és ez egészen végigment, ugye a 94-es választásokon az a nagyon rossz szereplés, ugye, ami, mert addigra ért át az üzenete az választókból, hogy ez már nem az a Fidesz, és azok után 98-ig az egy nagyon nyomasztó időszak volt, és aztán jött a 98-as kormány, ami én azt mondom, hogy az voltak pozitívumok. Tehát én azt az első Orbán kormányban láttam egy csomó olyan dolgot, ami nem volt az. Egy dolog, akkor se volt túl szimpatikus a kormányzásuk, de egy dologban mindenképpen pozitív előrelépést éreztem. Ezzel ugye akkor a polgári Magyarország, vagy polgárság, uh-huh. ez volt a szlogen és az állandó mantrázás, és egyfajta önbecsülést, illetve önbizalmat adott a társadalomnak. Tehát, hogy ők akkor az akkori kampányuk az inkább arról szólt, hogy mi milyen uh-huh. vendégszerető ország vagyunk, polgári Magyarország vagyunk, okosak vagyunk, szépek dolgokat, vagyunk, minket szeret a világ. Uh-huh. Egy egészségesebb attitűddel állt hozzá, és a társadalom is egészségesebben reagálta le még a blödségeiket is. Most, ami van, tehát ez a fajta megosztottság, és ez a fajta egymásnak ugrasztás állandóan, és különböző csoportok kipécézése, és... Mert nem a melegek az egyetlenek, ja, ugye, nem, akiről szóval most éppen mi vagyunk soron, de migránsok, hogy ez egyszerűen nem értem, hogy ez miért jó. Nyilván működik, ja, hát sajnos, mert egyszerűek vagyunk, meg primitívek vagyunk sajnos a gondolkodásunkban és érzelmeinkben. Lehet ezekre az ösztönökre, az emberi sötét ösztönökre hatni, de van ennek értelme hosszú távon? Nem, mert hosszú távon, középtávon sincs. Tehát az a borzasztó, hogy senki nem nézi a következményeket, hogy egy ilyen, mert azt matematika lő valaki, figyelj, miből van több, melegből vagy homofóbból, akkor rámegyünk a melegekre. Igen. Mert ha homofóbból lenne, ha abból lenne kevesebb, akkor ők lennének a hizék. Ez a vicces, hogy bárki kerülhet. És hogy amikor részt vesznek ebben, tényleg látom most már, tényleg a meccs előtt már láttam a fotókat, az anti-LMBTQ-s póló, fekete pólós, kopasz csávokon, meg minden. Ők pont úgy, tehát hogy a fekete pólós kopasz csávok pont úgy lehetnek a célkeresztben, hogyha egyszer csak egy társadalmilag így kiderül, hogy ők ilyen kisebbségű vannak, és nem szeretik őket, akkor legyalulják. És ez nagyon furcsa, hogy ez a szintiszta hatalomtechnika sose számol azzal, hogy ez az egy nap alatt, amit elcseszte, az egy hónapig tud rendbe hozni. És igen. Ezt már nem érjük meg egyszerűen. És hát az a szörnyű az egészben, hogy közben, ezt az elmondtam, vagy nem tudom mennyire fejtettem ki, de hogy közben én nem gondolom azt Orbán Viktorról, meg a politikai elitről, hogy homofób lenne, hanem ők ezt tudatosan alkalmazott eszköz a részükről. Igen. És ettől még az egész még aljasabb, tehát hogy nem csak, hogy ostobaságból csinálják, hanem, vagyis nem ostobaságból csinálják, és tényleges érzelmeiket próbálják, vagy elveiket próbálják ezzel kifejteni, hanem egyszerűen így próbálják meg a hatalmat zsidó Finkelstein megtartani. Szervezett antiszemita kampányokat és homofób kampányokat. Abszolút... És erre élő példája ugye a Szájer esete, tehát hát meg ahogy azt kezelték ugye évtizedeken keresztül. Tehát, hogy hagyjuk ezt, mit akarnak ezzel az egész törvénnyel? Azt akarják, hogy bűntudatot érezzünk, hogy... Kampánytévet akarnak. Szerintem hogy... személyesen azt mondják, hogy jaj, ne haragudj, semmi személyes, ez csak üzlet. Igen. Hát ez lenne, de tényleg ez van benne. Hát ott a Szájer, oké, neki volt, mindenki, tehát Szájer 90 óta mindenki tudja, hogy meleg volt, mindenki tudta, hogy azért távolították el így Brüsszelbe, hogy ne legyen szem előtt. De hát ez egy senki nem zavart, főleg a másik oldal, de ott még éppen liberálisak üdegeket rohadtul nem zavart, de hát most is vannak aktív melegek. 2010-ben egyébként, amikor az első
tehát a második választás, megnyert választás után az első Orbán kormány alakult, akkor a Szájer komolyan szóba jött, mint igazságügyminiszter jelölt. És emiatt nem lett az. Ja, tehát, jó, hogy, ezek ott voltak. Tehát, hogy őt nem akart az Orbán egy olyan támadható minisztert, a kormányba egy olyan embert, akiről azért elég sokan tudták azt, hogy milyen a szexuális orientáció. Hát viszont elég sok olyan miniszter van, aki támad, nem más dologból, de hát azért olyan, de támadható miniszteri azért voltak mindig, tehát ez a kiemelt fontossága lehetett fejében, mert azért, mit tudom, Pintéret azért, hogy is mondjam, tehát azért végülis azért ő rajta is lehet fogást keresni, meg szóval ő azért más annyira nem zavarta ezekben a dolgokban. Mindenesetre én sem gondolom, nem gondolom, hogy izé lenne, rasszista lenne, nem gondolom, hogy homofób lenne, de hát ez még rosszabb. De a politikája az. De hát ez még rosszabb. Tehát hát igen, könyörgöm, hogyha pontosan, én ezektől levezénylek. Az egész hazugság és az egész képmutatás. De hogy azt figyelem, hogy ez így hogy ment végig. Ez a folyamat volt ilyen borzasztó izgalmas ebből, a nemzeti liberális. És ott már ez keveredett, mert ugye lyuk volt, ugye az MDF-en látszott, hogy ez beáll a földbe, az el fog tűnni. Lyuk keletkezett, hogy az ökoszisztémába, oda be kellett lépni, akkor legyünk nemzeti liberálisok. De ott még egy ilyen játéknak is éreztem az egész dolgot, hogy jobboldali pár, hagyjuk már. De mindegy, oda mennek, mert ott van hely, meg mit tudom én. És egy darabig szerintem ez Orbánban is keveredett, hogy mit hiszel abból, amit mond. Most meg már hiszi, úgy látom. Hát konfabulálnak. Ugye? De jó, de az oké, tehát az jó, az megint egy olyan mindenki. Tehát, ez sokat, a mindenki sokat ismételgetem a hazugságaimat, akkor előbb-utóbb magam is elhiszem. Ez tényleg ez már ilyen, ez már orvosi eset, pszichológia. Ez már szóba került egyszer, hogy azért ott vannak nagyon súlyos, akik tényleg klinikai problémákkal küzdködnek, de hogy azért nézzük, de egységében pedig a kollektív elmebaj az úgy megőrzi, tehát hogy a viszonyrendszer az így fennmarad, és nem, senki sem áll föl, hogy nézd már király, hát mintha nem lenne rajta ruha. Tehát hogy azért ott mindenki szépen benne van. Én az abba bízom, hogy előbb-utóbb egyre többen föl fognak állni és hallatni fogják a hangjukat, és nem véletlenül vállalom ezt a... Én nekem nincs szereplési vágyam, meg egyébként utálom ezt az egészet, de hogy szeretném azt, hogyha minél több ember hallatná a hangját, civilek, nem feltétlenül politikusoktól várja el ezt az ember. És azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy le kell rombolni ennek a hamis illúziókon alapuló embernek a nimbuszát. Tehát, hogy nem szabad azt hinni, hogy Orbán Viktor a jóságos király, igaz, hogy a rendszer az olyan, amilyen, de hát ő biztos nem tud semmiről, meg csak az alattvalói gonoszkodnak. Nem, ő a fejétől bűzlik a hal, ő irányítja ezt az egészet. Igen, csak ezt tudod, mi lenne, tehát akkor el kéne állni faluról falura, és azt mondani, emberek, képzeljék már el, hogy mi van. Mi van? Hát a föld ez ilyen gömbölyű. Ne ízéljen már, hogy mitől lenne gömbölyű. De nem, a gömbölyű, képzeljék, ez egész, amin így állunk, ez egész gömbölyű. Ne csinálja már. Ez lenne a reakció. Mert hogy az ő bázisát, ezt nagyon ügyesen kihelyezte Budapestről, és ott tényleg, én voltam pár helyen, és beszélgettem emberekkel, és egyszerűen nem értik, hogy mi, de miért? Hát ez egy csodálatos ember. És ott azért előről az alapokról kéne elkezdeni, egy olyan nyelven, amit ő jobban beszél, és ezért gondolom, az ő nimbuszát, az nehéz lesz. Nehéz lesz, de muszáj, mert másképp nem tudunk tovább lépni, tehát másképp nem lehet ezt az országot felépíteni, nem lehet megint azt csinálni, hogy majd esetleg nyer az ellenzéki összefogás, és akkor ők lesznek minimális többségben a parlamentben, vagy az országban, választókat tekintve is, és majd akkor az akarat legyőzi a másik akaratot. Tehát, hogy valahogy meg kell tudni egyezni. Valahogy meg kell tudni azt a közös nevezőt találni, meg közös alapot találni, amiben mind a két oldal, már nem a politikai oldal, Fideszes politikusok soha semmiben nem fognak egyetérteni, de hogy a szavazóik, a választóik, amit el tudnak fogadni, és magukénak tudnak érezni, ezért kellene egy olyan alkotmány, amit mindenki a magáénak érez. De ha nem hitvita lenne mögötte, akkor azt mondanám, hogy ez lehetséges is. De ezzel most nem tudunk mit kezdeni, ez hitvita lesz. Orbánból előbb-utóbb egy ugyanolyan megosztó, a történelem könyvek alapján egy ugyanolyan megosztó személyiség fog kialakulni, mint Hortiból, meg még egy pár szörnyűségből. Igen. A magyar történelemben. Én szerintem 30 év múlva is még azon fogunk vitatkozni. De a hívői pedig elutasítanak, hogy ő most jó volt-e, vagy nem volt jó. Mi, akik megéltük, már lehet, hogy nem is fogunk élni akkor, de most szenvedjük ennek a
rendszernek minden. Csak azért mondom, hogy kiegyezni a szavazóival sem lehet éppen miatt, mert egy, mindent el fognak utasítani, mert a másik nem hiszek ebben. Tehát én a kiegyezőben hiszek, tehát meg kell találni, tehát mindenki egy élhető országot szeretne előbb-utóbb. Én szerintem a Fidesz... A frászt! A Szíves, ez a tévedés! A Fidesz szavazóknak is kezd már szerintem sok lenni az, hogy állandóan ellenségeket, állandóan gyűlölködni kell, ez állandóan... Ez egy tök optimista hozzáállás. Az emberek imádnak gyűlölködni. Gyűlölni. Hát mi, végre lenézhetek valakit? Végre... Persze, hogy imádunk gyűlölködni, de nem jó gyűlölködésben élni. Tehát, hogy az apró cseprő indulatainkat ki tudjuk élni időnként a hétköznapokban. Ilyenek vagyunk. Igen, tudunk bunkók lenni a utcán, a közlekedésben, a munkahelyen, akárhol, de nem jó konstans ebben élni. Persze, hogy nem jó. És nem jó a gyermekeinknek ebben élni, és ahogy egyre jobban kinyílik a világ, már pedig kinyílik, mert azért elkezdünk... Már próbáljuk bezárni most éppen. Most éppen próbáljuk, persze, de hogy azért nem tudjuk a fiatalokat attól eltiltani, hogy ne járjanak világot, hogy ne tanuljanak külföldön, hogy ne vállaljanak munkát külföldön. Tehát, hogyha megismernek egy másfajta mentalitást, másfajta kultúrát, onnantól kezdve nagyon nehéz nekik beadni azt, ami itthon van. Én azt gondolom egyébként pont ezzel kapcsolatban, hogy mint tudom, 100 évente van itt egy ilyen a Magyarországon, hogy így éppen hova, Párizsba, Bécsbe, Berlinbe, ami éppen adódik most éppen ahova, elmennek azok az emberek, akik innovatívak, akik mobilisak, akik értelmesek, akik nyitott szemmel járnak, és végre eltűnnek, és akkor egymást ütik tovább a gémes kuta, itt a bajszos csávok, akik maradnak, és megint születnek páran, akik többre hivatott, azok elmennek. Szóval én azt gondolom, alapból lesz, mert te mondtad, hogy ez az országot meg kéne, hogy megcsinálni, hogy lehetne, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez ilyen. Ne legyél már ennyire pessimista. Nagyon azt látom. Én itt szeretnék megöregedni, én itt szeretnék meghalni, és szeretnék egy normális, élhető országban élni. Én amíg tehetem, addig ezért fogok küzdeni, és ha nem hinnék benne, akkor már régen elmentem én volna, és küzdök. Sokan vannak így, akik nem hittek benne, és elmentek. És számomra egyébként ez az egyik legnagyobb bűne ennek a rendszernek, és én második Trianonként élem meg az, hogy 10 év alatt több mint 500 000 ember elhagyta ezt az országot. Az, hogy ők már családot külföldön alapítanak, ott születnek a gyermekeik, adót ott fizetnek, nem lesz, aki az én nyugdíjamat majd fizesse. Ezeket nem érdekli. Nem engedünk be senkit, mert mindenkit gyűlölünk, aki másfajta, mint mi. Ez hazugság, mert egy csomó embert beengedünk csak titokban. Persze, tehát ezt tudjuk meg pontosan. Hát a letelepedési kötvény, meg egyebek. Nagyjuk, igaz, hogy tovább mentek, de rengeteg. De ez csodálatos, hogy azt gondolod, hogy ez az ország egy olyan intervallumban, nem vagyunk nagyon nagy korban nagy különbségben, de mondjuk még nagyon-nagyon jól megy nekünk, akkor még egy 30 évünk van, hogy ezzel bármi meg tud változni, azon kívül, hogy rosszabb lesz. Az csodálatos, mert hogy én azt gondolom, hogy az unokáinknak sem lesz látható változás pozitív irányba. Én azt gondolom, hogy vannak olyan országok, amik örökre félkészek maradnak, és hogyha valaki egy normális, mint mondtad, egy nyugodt, normális országba akar élni, el kell mennie, mert itt nem lesz az. De az egy érdekes elképzelés, hogy ebből még lehet ilyen. Nem, lehet ebből ilyen, és remélem, hogy előbb-utóbb lesz is. Ha nem hinnék benne, akkor tényleg már vagy felkötöttem volna magam, vagy elmentem ez volna. Ez gyönyörű végszó, én már felkötöttem magam, nekem már annyi, tudod, de mindenesetre, meg el is mentem, már mindent megcsináltam. Kardos József volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.